Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Először megnézzük a bolygók hatását az indiai számítás szerint. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél, ami a védikus asztrológiát illeti, a felvétel alatt ott van egy tabella, ott utána nézhetsz. Az oroszlán jegyében május hónapban nincs bolygó. Május elején Merkur bolygó még a bika jegyében van, ez kellemetlen lehet az oroszlán jegyére. Ezek lehetnek viták, veszekedések, nézeteltérések, vagy egy előnytelen szerződés, az is lehet, hogy vársz egy hírre, de az nem jön, tehát légy türelmes. Ha Merkur bolygó elhagyta a bika jegyét, és áttér az ikrek jegyébe, akkor ott lesz kapcsolat, javul a helyzet. Ezt mindig elmondom a napi horoszkópomban, tehát ha odafigyelsz erre, akkor követni tudod, és meg tudod állapítani azt, hogy mikor lesz Merkur bolygó az ikrek jegyében, mikor lesz egy változás, hogyan alakulnak és javulnak a dolgok. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van. Az pontosan szemben áll az oroszlán jegyével. Itt tükröződik valami, de jelenti az egyensúlyt is, amikor valamit ki kell egyensúlyozni. Ne túl sokat, ne túl keveset. Mars bolygó jelentheti az élet erődet, itt tükröződik számodra valami, hova fektest be az erődet, de Mars bolygó lehet egy férfi is, és ő tükröz számodra valamit, ha egy hölgy vagy, akkor vár arra, hogy te jelentkezz nála, de itt is megvan az arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset kell az egyensúly. Szaturnusz bolygó szintén szemben áll, tehát a hatása alatt itt is tükröződik most számodra valami. Szaturnusz bolygónál vannak kármikus témák, vagy sorsdöntő változások. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó az a halak jegyében van. Ez úgy hat ki rád, oroszlán jegyére, ha te várakozol és nem teszel semmit, akkor itt nem történik semmi. Viszont, ha odafigyelsz ezekre a dolgokra, például, amit a hal jegye jelent, a víz elemét, ahol érzelmekről van szó, ha odafigyelsz a saját érzelmeidre, vagy az ő érzelmeire, és kimutatott, és nyitott vagy arra, hogy elfogad az ő közeledését, akkor itt egy álom megvalósulhat, hiszen Neptun bolygó a halak jegyében van, szimbolizálja az álmokat, persze fontos a hited is, hogy higgy ebben az elképzelésben, itt kihat Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz, és Vénusz bolygó utal a párkapcsolatra, a szerelemre. Tehát az a fontos, hogy ne légy visszahúzódó és várakozó, hanem fogadd el ezt a kapcsolatot, így javulni fog a helyzet, előre mennek, folyamodnak az események. Mielőtt megnéznénk azt, hogy mit közölnek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam, a díjam 3500 forint. Itt a kulcs azt jelenti, hogy magabiztos vagy.
És a kulcs mellett megjelenik a park, az utal a nyilvánosságra. Tehát mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Azon kívül itt ezzel a kulccsal nyílik egy új ajtó, jelenti a lehetőségeket, és ezek az ajánlatok szerencsét hoznak neked, hiszen itt megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Ez a medve jelentheti a te erődet, hogy itt be tudod magadat bizonyítani, különösen, ami a munkát és a hivatást illeti, ezt jelképezi itt ez a horgony. Ez a medve lehet a főnök vagy a főnök nő is, és itt megkapod az elismerést, valami javul a munkahelyeden. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt megvan a nyilvánosság, a magabiztonságod és a szerencse. Hátad mögött ott láthatóak az utak, ez a döntésekre utal. De május elején itt még valami átláthatatlan, tehát döntéseknél, különösen ami a munkát, a hivatást illeti, légy még kicsit türelmes, hogy május közepétől vagy május végén itt tisztán látod a dolgokat. Alattad ott van ez a torony. Ez utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre, de légy óvatos, mert itt megvan a hamisság. És ez a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, de jelenthet egy nőt is, és ez a nő figyel téged, megjelensz a gondolataiban, itt vannak korlátozások, és ez a nő meg akar sérteni téged, hiszen erre utal az ostor. Az is lehet, hogy már ez megtörtént a múltban, különösen a téli időszakban, itt voltak a háttérben ezek a hamisságok. De ez a koporsó segít abban, hogy lezárt ezeket a dolgokat. Az egerek segítenek ebben, hiszen a kártya vetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, nehézségeket, korlátozásokat, vagy ezt a hivatalos ügyet, a hamisságot, ezt a hamis szemét, és a fájdalmas emlékeket. Itt a kártyák azt is jelenthetik, hogy egy idősebb hölgy, vagy egy régi ismeretség tér vissza, de azért légy óvatos, hiszen ennek a nőnek nincsenek jó szándékai, meg akar bántani téged. Amit a torony és a koporsó még jelenthet, az egy örökösödési ügy, és itt vannak a viták, valaki figyeli az eseményeket, és szeretné azt, hogy te itt elveszíts valamit. Ez lehet az is, hogy az ő helyzetére utal, erre a férfire. Ez a férfi szimbolizálja a férfiakat, vagy a te lelki társadat, hiszen ő tekint ebbe az irányba. Az is lehet, hogy ez a nő, a feleség, vagy a volt feleség, hiszen itt megjelenik a gyűrű, ez utalhat a házasságra, és ez a torony a vállásra, bírósági ügyekre, itt vannak olyan dolgok, ami fájdalmas, viták, veszekedések, nehézségek, hamisság, de a koporsó segít abban, hogy le tudja zárni ezeket a kapcsolatokat, vagy befejeződjön ez a bírósági ügy. Mint mondtam, ez a férfi itt látható, és a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira.
Itt a horgony jelenti azt, hogy ő oda szeretne érkezni, ahol le tud horgonyozni. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat, és ezeket a kapcsolatokat keresi. A horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Itt látható egy munkahelyi szerződés és a gyűrű utal szerződésekre, vagy arra, hogy valami visszatér hozzá, tehát itt lehet egy új kezdet, ami az ő munkáját illeti. Ezeket a dolgokat lezárja, és ott van előtte a csillagkép, ami szerencsét hoz számára, és a gyermek utalhat itt egy új kezdetre. Amit a csillagkép még jelent, az idő. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Vagy jelenthet spirituális dolgokat is. Itt mellette megjelenik a kutya, ez utalhat házi állatokra is, vagy a hűségre, vagy barátságokra, és a közelben ott vannak a halak, és a halak jelzik az anyagi dolgokat. Tehát a pénz az ott marad hűségesen nála, és hamarosan van itt változás, pénz jön a házhoz. A ház itt van a közelben, az lehet, hogy pénzt ad ki, és megszépít valamit itt a környezetében, persze az utalhat rád is, ha egy hölgy vagy, hogy szeretnél itt megszépíteni valamit, utalhat a kerti munkára is. Ez a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, itt van a nap, ez a kisugárzás szintén szerencsét hoz, a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy jelent egy új kezdetet, és a gólyák utalnak változásokra. Tehát változás van az otthonodat illetően, a környezetedet illetően, ezek lehetnek szomszédok vagy rokonok is. Gyakran jelenti a ház és a gólyák egy költözést. Tehát előfordulhat, hogy lesz egy lakhelyváltozás, és itt a halak jelentik azt, hogy az anyagiakra kell majd odafigyelni. Itt a ház mellett van ez a könyv. Utalhat természetesen tudásra, tehetségre is, hogy te ezzel a tudással dolgozol otthon, vagy kiépítesz valamit. Ez a virágcsokor jelenti a kreatív tevékenységet, vagy egy magáncég vállalkozásának a kiépítését. Itt van hozzá a tudásod, és pénz jön a házhoz. A könyv jelentheti azt is, hogy valaki eltitkol előled valamit a környezetedben. Ez lehet egy szomszéd, vagy valaki a rokonságban. Ami a szerelmet illeti, itt előre mennek az események, és a hajó jelentheti a reményt, hogy jóra fordul minden, de jelenti a külföldi kapcsolatokat is, ez lehet internet kapcsolat is. És a kereszt, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát ez lehet egy ilyen lelki kapcsolat köztetek mély érzelmekkel, ezt jelenti itt a hold. A fa utal arra, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni. És ez adja a könnyűséget. Az is lehet, hogy erről beszéltek, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. A fa nem csak a biztonság érzetét és ezt a növekvést jelenti, hanem egészségügyi témákat is. Az lehet, hogy valaki beteg a családban. Az lehet az anyukád, hiszen a hold az szimbolizálja az anyukát, az anyai érzelmeket, de általánosságban az érzelmeket is. Mivel a közelben megjelennek a virágok és ez a szív,
akkor az azt jelenti, itt gyógyulás lesz, megvan a gyógyító erő. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható a képen. A kulcs azt jelenti, hogy magabiztos vagy, megvan ez a magabiztos fellépésed, mások észrevesznek téged, ott vagy a nyilvánosságban, ami szerencsét és életerőt ad neked. Itt ez a kártya jelenti a munkahelyi viszonyokat, itt javul valami, itt látható a szerencse és az erő, tehát befekteted az erődet, ami a munkát illeti, lesznek döntések, változások, előre mennek az események. Nem csak a munkát illetően, hanem a szerelmet illetően is, itt a remény, megvan a mély érzelem köztetek. Ez a kártya jelenthet külföldi utazásokat, kapcsolatokat, és ez az irány, ebbe az irányba lesz mozgás. Második hét, május hónapban itt látható. Jelenleg döntéseket hozni nem előnyös, hiszen valami még átláthatatlan, az lehet ez a hír, vagy ez a szerződés. Várj május közepéig, vagy május végéig, mire tisztázódnak itt a dolgok. Olyan hirtelen lesz egy meglepetés, és egy fontos beszélgetés számodra. Itt rendeződik valami, és megvan a gyógyító erő is. Lehet, hogy ez a tudásod, vagy ezt szeretnéd tanulni, mert itt látható a könyv. És a hold jelenti azt, hogy te ezt megkapod. Nem csak ami a tudást illeti, hanem ami a szerelmet illeti. Harmadik hét, május hónapban itt látható. A torony jelentett hivatalos dolgokat, egy bírósági ügyet, korlátozásokat, légy óvatos, mert itt ezen a területen megjelenik egy hamis nő, aki figyel téged, szeretne téged megbántani. Ez lehet egy régi kapcsolat, vagy egy idősebb nő, aki visszatér hozzád. De őt is illeti ez a kártya, hiszen ő ebbe az irányba tekint, tehát nála a háttérben is van hamisság, valaki becsapja őt. Ez a torony és a koporsó lehet egy bírósági ügy, egy örökösödési ügy is. De kiderül az igazság, lesznek új kapcsolatok, valamit megszépítesz az otthonodban, lesz egy kellemes meglepetés, itt van a tudás, a továbbképzés, ami az otthont illeti a családot, itt lesznek változások. Itt a gyermek és a gólyák jelenthetik egy kisbaba születését is. Utolsó hét, május hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek. Hamisság a háttérben, de az egerek eltávolítják ezt a nőt, az egerek eltávolítják ezeket a nehézségeket. Ő a csillagok fele fordul, ami jelentheti az ő hitét, vagy egy spirituális területet, vannak nála jó gondolatok, ötletek, valamit szeretne változtatni a munkát illetően. Ami az anyagiakat illeti, itt lesz változás, újdonságok, pénz jön a házhoz, és itt a hűség, tehát a pénz ott marad hűségesen. Ez a kutya jelenthet baráti kört, itt a gyermek egy új kezdetet, tehát új kapcsolatokat, és a változások jelentik a barátságot, az otthont és az anyagiakat. És így kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!